Na, sziasztok, akkor ismét itt. 7 óra. Nagy Visnyó. Ja, 7 óra 38, és indulunk előre. Sáta fele. Na most kifogtuk a menőfényes napsütést, az időkép egy darab esőcseppet nem jelez az egész környékre, úgyhogy most már meg lesz. És hát akkor tovább sátáig. Na, rámászunk a sinekre. És itt azért még jó a helyzet, aztán majd meglátjuk, hogy milyen munkát végeztek itt az önkéntes PFT-sek, mert Szilvásárad megy, de a Nagy Visnyó között már megdísértük őket egy párszor, hogy ahhoz képest, ami 2 éve volt, és ami volt néhány hete, mikor erre jártunk. Ég és föld. Na hát, kíváncsian várjuk, hogy mi lesz. Eddig még volt az idéglenes megálló, addig még el tudtunk menni, és valahol utána kellett letérnünk. Ha jól emlékszem, így 2 éve, mikor voltunk. Jól mondod, igen. Igen, itt volt, hogy valahol itt lesz majd itt jobb oldalt egy ilyen kisebb peron, ahol valami erdei iskolának volt itt, van időszakos megállóhelye. Ne haladunk tovább, aztán hát eddig sima ügy, mert látszik, hogy csak lágyszárúak vannak. Tarom, gázom. Hát az meg annyira nem fér, meg ezek nem is szúrósak, nem is salán. Úgyhogy egyelőre még itt jók vagyunk, hogyha ha ilyen marad az egész, akkor azzal még ki lehet békülni. Hát és látjátok, most csak ketten vagyunk, a Dávid nem tudott jönni. Meg Matyi se. Ilyen. Viszont nem akartok kihagyni. De, hát de kihagyni meg nem akartok, úgyhogy megyünk. Itt ez már 2 éve is megvolt. Igen. Ez a nagy lyuk. Senkit eljöttük eddig még. Egész jól lehetett haladni. Hát nem semmi. Na, hát eddig nagyon jól haladtunk, itt vagyunk a 415-ös szelvénynél. Tartom, itt van, és ami előttünk van, az is még járhatónak hűnik. De egyik, hát kb. 1 kilométert jöttünk, és eddig nagy gaz nem volt. És igen, itt az idéglenes megálló az erdei iskolának. Hát itt az a septibe kirakott peron volt, hogy amikor éppen ezért csoportokat hoztak ide, akkor állt itt meg a vonat. Hát ez ilyen időszakos megálló volt. Valahol itt van az erdei iskola, azt most pontosan nem is tudom megmondani hol. Ha egyáltalán megvan még. Innen tovább. És valahol ezután a megálló után kellett letérnünk. 423-as szelvény. Kérünk, és akkor 2 éve voltunk, akkor nagy ennél az átjárónál kellett bemennünk az erdőben, tudtunk a sineken tovább menni, mert itt már embermagasságú gaz volt. Sőt, még annál is nagyon, mert éppen csak a pózdáknak a teteje kilátszott. Onnan láttuk, hogy megy a vasút, hogy a pózdákból látszott valamennyi. Az komoly volt a tényleg. Ahhoz képest az meg... vállalhatatlan volt akkor. Meg ami most itt van, ahhoz képest azt megjegyezzük, hogy ezzel még simán tudunk menni. Ekkora fű van az udvarban, ha megnő az esőt. Hát egy is imád. Hát meg ilyen vastag szárúak nincsenek a vágányokon, úgyhogy hát próbáljuk meg, menjünk ameddig tudunk. A ló is a próbába döglött bele. Igen, hát reméljük, hogy neki is annyig legalább el tudunk így menni a sineken. Az már nagy eredmény lenne. Mert akkor viszont itt már nem már nagyobb volt a gaz, mint mi. Kisan látszottuk volna belőle. De ahhoz képest itt most nagyon jól megcsinálták. Aha, hát ez itt nagyon. És itt volt az, ahol már itt valahol az erdőbe kerültünk ott így. Ott mentünk arra benne. Itt arrafele, és nem láttuk a vasutat, csak annyira, hogy ott a póznák a teteje, tehát valahol lesz. A telefonon néztem a GPS koordinátát, hogy hol vagyunk kb. És azt szerint mentünk. Igen, és be volt a vasút is ugye jelölve, és ahhoz képest, hogy nézzétek, most is sima. Kijutottunk ugye, de az erdőn keresztül az nagy időveszteség volt. Hát igen, mert innen maximum pár kilométer már nekézseny. Á, nincs annyi szerintem, és, mert... és hát így lassan, de emelkedik a pálya, csak nem nagyon látszik, mert... Én értem a lábamba. Itt azért hosszú úton küzdi le ezt a szintkülönbséget. Itt azért volt munka, amire ezt kitakarították. Úgyhogy így most ilyen, mint most, hogy ennyire jól járható. Most töltésen megy, és... A nekézsenyi megállónál is, amikor jött fel az erdőbe, hát valami ilyenen kellett fölmásznunk a töltésre. Hát nem volt egyszerű. Hát így arrafele tovább. Eddig jól állunk. Hát eddig nagyon. Hát most így, hogy így tudunk haladni a sineken. 30 perc vagyunk úton.
És megjöttünk legalább 2 kilométert. És eddig ez volt a legnagyobb gaz, 426-os szelvényben vagyunk. De ezen is simán át lehet menni, nem vastag szálúak, nem szúrósak, és van közte hely. És akkor itt arra fel az ív után mehetünk tovább Mekézseny fele. Ja, itt a szelvény, 426. Aha, igen. Na hát, már elmászott, de itt ment egy M63-as a sineken. Na és akkor látjátok, itt van a bevágás már meg a szikla. És arra fele is tiszta a pálya. És van itt egy 10-es lassújjel. És ugye erre fele tovább. Ezértek 433-as szelvény, tehát azért megint haladtunk le már egy kilométert, és simán tudtunk jönni, nem volt nagy gaz sehol. Itt egy átelesz. És azért erre jöttünk, de hát... Mondjuk ott arra fele volt néhány nagyobb szikla az én a vágányon, de más nem. És hát itt tovább. Ment, de ez jó, hogy 433-nál van egy átelesz. Hát ez egy jó dolog. Sányosnál van neki Ézseny. 450 környékén. Látom, na mindegy, majd kiderül, hogyha odaérünk. Ezt nézzétek, ha közeledünk neki Ézseny fele. Fele tovább. És ott... Valahol ott a háttérben vannak a villanyvezetékek. Na nagyjából ott már a peron van. Hát a neki Ézseny előtti rész, hát... Eddig ez volt a legrosszabb, amivel találkoztunk, hogy itt valószínűleg még nem volt gyomírtás, meg mi viszont járható, mert itt lehet mellette menni. És itt lesz mindjárt a peron, és valahol a múltkor itt másztunk fel a töltésre. De itt legalább itt mellette lehet menni. Sok a család, arra vigyázni kell. Összetaláltunk egy kutyával. Ja, hát egy házőrzővel, hát itt volt egy tanya, mindjárt valami. De feladunk mindjárt, ez 300 méter, és itt vagyunk a peron elején. Ott tudtunk lejönni, mert akkor a gaz volt, hogy nem lehetett bejönni, és valahol itt másztunk fel ezen a részen, itt ott valahol. Igen, itt. Ott látszik itt. Egy kivágott. Aha, és itt. Darab. És itt, igen. Itt jöttünk fel a töltésre. Reggel csúsztunk le, és ez már kilőttük magunkat. És ez már neki Ézseny volt itt, igen. Tudom, ja igen, és emlékszem, hogy ott az ív után ott volt a peron. Igen, akkor megvagyunk. Hát most legalább végig tudtunk jönni. Hát itt ugye látszik, hogy itt még nem volt írtás, de végig tudtunk jönni. A sineken az már valami. Tehát itt látszik, itt azért vannak vastag szárúak is a vágány tengelybe. Jaj, és ott a bevágás, meg a szikla. Ott innen jöttünk, és a táj, és ez már bizony neki is egy megálló. Itt van a peron, és arra fele folytatódik tovább a vasút. Az meg egy lódadás, vagy egy bögöly volt, amit elrepült a lencse előtt. Tehát alakul a helyzet. Neki is egy után vagyunk, itt a bevágásnál. De itt még lehet mellette menni. És itt is cikk, hogy hát nehéz most így eldönteni így ebből, hogy itt volt-e PFT-zés vagy nem. De itt azért, hogy emlékszem, hogy volt itt nagy gaz, de ott a Csokvalomány környékén meg pláne volt gaz. Aztán lehet, hogy itt egyszer volt egy vágás, és azóta csak ennyi nőtt vissza. Na ezt majd a 2 évvel ezelőtti videón majd fogom látni, ha visszanézem, hogy nagyobb volt-e itt a gaz, vagy nem. De egyenre haladunk. Meg tudunk menni mellette, úgyhogy most még nagy baj nincsen. Kb. 5 kilométerre vagyunk Sátától. Ezt hát járt itt valaki. Hát ha ennél rosszabb nem lesz, akkor azzal jól járunk. Csokmaomány felé. Hát ez már igazi szálda, ahhoz képest, ami itt volt 2 éve. De simán járható. Azért a kolhattal fák itt is megvannak. Hajlik a lábam alatt. Hát voltam még, majdnem azért, hogy 2-től rá léptem. 4-5-9. Hát meg ez is, ebből se sok maradt.
4.59-es szelvény, 4.49-nél van sáta, vagy 4.99-nél van sáta. És előtte még lesz valahol csokvahomány. De akkor annak már mindjárt itt kéne lennie. Igen, mert itt a kiotus közelben. Igen, és hogyha... Nem, csak azért, mert a 499-esnél van sáta, tehát akkor még legalább 2-3 kilométer kell, hogy legyen csokvahomány. Vissza. Tehát most már mindjárt ott vagyunk a 460-asnál, tehát szerintem max. 1 kilométer is meg lesz. Na, viszont hogy kíváncsi leszek, mert 2 éve alig találtuk meg a csokvahománynak az esőbeállóját. Annyira eltűnt a gazba. De arra most láttam frissebb képeket, amikor viszont úgy simán. Tehát azt ott kitakarították. És egy csokvahomány és egy háromvágányos állomás volt. Úgyhogy azért is van az, hogy az esőbeálló bódé is jóval messze van a sinektől. Tehát itt van ugye vonóvezeték tartó, tehát ez már csokvahomány állomásnak a előjelzője lehetett. Ha volt előjelzője, lehet, hogy a főjelző, ki tudja. Mert ugye csokvahomány régen egy háromvágányos állomás volt. De hát azt még azt a 80-as évek végén megszüntették az állomást és bontották az épületet. Úgyhogy már amikor megszűnt a vonal 2009-ben, akkor már nagyon régen megállóhely volt. És egyébként látjátok, hogy a pálya az jó és járható, gyalog legalábbis. Tehát itt azért volt egy komoly írtás, azt tuti, mert nem fogom ide linkelni a 2 évvel ezelőtti videót, amikor itt ezen a részen minden méterért küzdeni kellett. Ezt nézzétek, haladunk. Megmutatom mindjárt a másik oldalt is. Innen jöttünk, hát. Ahhoz képest, ami itt volt, hát ez ráda. Itt van. Mutasd, hogy megtalálja a fókuszt is. És akkor nem tessek. Ott kéne lennie csokvahomány, mert mutatta az előbb, ott a busz megálló. Várj csak, bocsi, várjál. Na nézd csak. Busz megálló hol? Csokvahomány vasútállomás bejárati út. És már nézd meg a térképet, hogy hol vagyunk helymeghatározásilag. Na, várjál. Ott vagyunk. Na, hol vagyunk már? Na, megvan. És csak ha lejjebb húzom, csokvahomány. És fölfele van. Hát de nem mehetünk el mellette, mert alul megy a közút. Igen. Tehát ez valahogy rossz. Nem, szerintem rossz a térkép. A helymeghatározás valami nem akarja magát befrissíteni. Nem mentünk még el csokvahomány mellett. Biztos, hogy nem. 100-tal velük. Igen. 463-as szelvényben vagyunk, itt kell valahol lennie. Ja, nem, hát még most volt az előjelző, vagy a jelző, azért tehát... mondom én is, hogy... Csak és itt még... Még itt mellett... Nem akar mutatni pontosát. Hát még nem sokkal azért korábban, még itt vonóvezetéktartókat is láttunk. Tehát nem, szerintem ott... két oszloppal, vagy hárommal odébb lesz. És itt erről az oldalról. De messze van a sinektől, de észre lehet venni. Biztos, hogy nem mentünk el mellette. De majd mindjárt kiderül, hát megy... De nézd meg, ott van a vonóvezetéktartó. Megint, tehát ez még itt van? Igen. Tehát még egy picivel odébb. Szóval lehet, hogy nem volt előjelzője annó az állomásnak, csak főjelzője. Meg lehet, hogy... De akkor is annak még itt kell lennie. Helymeghatározás azért, ha nem is teljesen 100%-os, csak 95, de mondjuk a közelben vagyunk. Tehát persze, meg hát meg itt az erdőben eleve pontatlanabb, mert nem lát rá annyira a GPS-re, meg gyengébb a térelő, nem mindenhol van 4G itt az erdőben. Csak igen. Tovább csokvahomány fele. Meg egyébként ott lesz majd egy út is lefele ott az egykori megállónál, mert ugye azt akkor kiépítették, hogy a falu fele el tudj menni. 470. Na jön, hát itt viszont kész stráda. És itt lesz valahol. Hallatszik a forgalom már itt van. Fele van a közút, itt lehet menni sáta fele. Arra fele a vasút, csokvahomány, hamarosan ott vagyunk a megállóba. És akkor itt pedig egy aluljáró. Ahol már a második autós dudált egyet. De valószínűleg nem nekünk, hanem hogyha jön valaki szembe, akkor hallja. Igen, mert egy autó fér el a... Ja, igen, itt ebben a lukba. Igen. Na, ezt értétek. Na, csokvahomány. Esőbe álló, itt volt az állomás épület valaha, meg még 2 vágány. Tehát itt az oszlop, meg így a mostani vágány között még volt 2.
És ugye ott volt egy pad, az volt az első vágány, közvetlenül mellette. És az ennyi az esőbe állóban ennyi maradt, viszont már legalább kilátszik a gazból. Hát tetején mondjuk már nincsen, hanem ugye nyilván nézem közelebbről. És itt van. Még valaki rá is írt, hogy csok van. Majdnem, csak az obetűnél kifogyott a festék szórója, vagy a festéke. Elhagytuk csokfalományt, megyünk sáta fele. Na jön, kezdődik az igazi műsor. Tehát 2,4 km, illetve nem 500, hanem 475, tehát 2,4 km sáta. Ilyen körülmények között, mint ez itt. És amúgy itt van a vágány, és errefele haladunk. És mellettünk a közút. És egyébként sáta határában vagyunk. És itt még megvannak a vonóvezetéktartók, tehát ez a csokfalomány állomásnak a jelzőjéhez mentek. Tehát még sokat nem haladtunk csokfalománytól. De ugye a 471 szelvét már elhagytuk, és a 499-esben van sáta. Nyom meg. A vasútállomások mondtuk szerint, hú, az szúrós, igen, na akkor most mosanak az akácok. Na, azt nézzétek, erről jöttünk. És hát itt megyünk tovább, hát. Azon a környéken ott azért látszott, szerintem volt egy-két helyen, ahol vágták a gazt. Hát itt úgy néz ki, hogy nem. Van itt egy szelvénykő, 479. Tehát még pont 2 km sáta. Itt most azért egy kicsit azért húzósabb lesz, meg itt már jönnek a szúrós akácok. Hát igen, itt ilyen helyeken kell a gajtörő menetbe átmenni. De még mindig úgy érzem, hogy nincs akkora gaz, mint 2 éve volt. Bár akkor mondjuk júliusban jöttünk. Tehát lehet, hogy 2 hónap múlva ez már bedurran. Na, vissza a sinekre. Szúrós? Aha. Érzem. Ez a nadrágon át is át tud szúrni. Uh-huh. Hát... nem jobb a helyzet semmivel. Azt nézzük, hát innen jöttünk. Hát innen azért már kicsit nehezebb a helyzet. Meg hát itt vannak ezek is, de hát innen... sáta az kb. 1 km még. Mi nagyjából ilyen körülmények között. De azért ez még azért így szó-szó járható. Azért kerülgetni kell itt jobbról-balról a család, meg a szúrósakat, meg ezeket a gajakat. A feltöltött átjáró. A sinek megvannak, csak ráholták a földet. Át tudjanak járni. És erre fel kell tovább menni. Ezt nézzétek, hát innen már azért nehezedik ám a helyzet. Itt van egy kisebb dzsumbúj. De hát ez meg volt 2 éve is. Aztán minden. Aztán majd azt nézd meg, ott előttünk mi van. Ah, nem, ez még egészségedő. Ez még nem annyira veszélyes, mint amilyennek tűnik. Nagyon veszélyes, hogyha nagyon ilyen gazosnak tűn, de itt látod, hogy van egy ösvény, és ez járható. Tehát itt tudunk haladni egyenesen előre.
És ott van a temető. Ott szembe is. És amellett van valahol a vasút. Mindjárt elhagyjuk a temetőt, és itt nagyon jól látszik, hogy merre megy a vasút. 10 óra 52 van, és indultunk 7 óra 38 perckor. És jöttünk 10 kilométert kb. Úgyhogy végül is jók vagyunk, haladtunk rendesen. És nem már nincs is sok hátra. Mi az alagútig se. Nézzétek, hát igen, ez itt. Itt a helyzet változatlan. Itt szerintem 2 éve mi jártunk utoljára. Ugye jön a következő átjáró. Itt még egy körülbelül egy pár száz méter. Igen, és itt már sok a futórózsa. De erre kell vigyázni. Nagyobbak tellékünk. Hát igen, rátekeredik a lábadra, azt akkor át tudsz anyálni, hogy csak... Itt van a peron, látszik egy kandelábernek a csonkja, és még itt is. Van meg egy-két padnak a csonkja is megold, és itt volt az esőbeálló. Azt már eltüntették. És errefele az alagút fele megyünk majd tovább. Na, sátát elhagyva, 503-as. Szelvény, és haladunk előre. Hát igen, mert elmúlt ott sétáltunk a közúton. Ugyan igen. Az alagúttól. Tehát honnan azért volt vagy 2 kilométer, innen azért picit rövidebb lesz. Csak aztán tényleg álljon is meg a busz abból a megállóba. Majd próbálok telefonálni egyet a úti pályaudvarra, hátra. Kiállunk az út. Tényleg le kéne azt a sodompót tekerni, akkor biztos megállna. Na, az alagút fele. Így néz ki a helyzet. Sok a futórózsa. De lehet amúgy haladni, csak a futórózsákra kell figyelni. Áthatoltunk egy dzsungelen, és akkor errefele jövünk tovább, de már egy ideje nem találtunk szelvénykövet. És 11 óra 38-nál tartunk. Azt nézzétek, törjük tovább az utat. Sok a futórózsa itt, csak az a baj. Egyébként ez nem olyan nagy komoly gaz. Bár ott azért már van egy vastag szárúfa is a Vágánytengelybe. Eddig ilyen nem volt. Azt a kurva, 513-as szelvény, és 200 méterre később vettem észre, hogy a kamera nincs meg, kiesett a táskából, de meglett. Hú, az meg ez azért. Kiholtam lábon egy kisebb szívrohamot. Ezt nézzétek. Hát itt faszán kimosta az eső a töltést a Vágány alól. Itt az unimag leborulna. Hát az biztos, ezzel már nem lehetne végig menni géppel. Hát itt komolyabb azért helyreállítás kell. Vélánszlapoznak is. Hát az tuti. Jön itt a gazos rész megint, bár most pár futórózsák legalább nincsenek. Megyünk a bevágásba. Tovább is. Most már lefele megyünk a dombról, és ott van a Ladányvölgyi út. Aztán ott van a sorompó, meg egy kicsivel tovább az alagút, aztán addig. És ott elvileg van egy busz megálló. Amit a térkép jelöl, csak a menetrend is jelöli, csak nem szokott ott megállni semmi. Legalábbis a busz nem szokott megállni. Nem tudjuk. Hát mert nincs meg a megállótábla. Aztán múltkor azt nem találtuk meg a megállótáblát. Pedig jelölte a térkép, hogy ott van egy megálló, és nem találtuk meg. De a buszt azt láttuk elhúzni. Tehát nem tudjuk, hogy hova kéne állni, hogy meg is álljon. 523-as szelvény. És innen már közel van az út, innen már látszik, itt megy fölfele. És akkor mi meg arra. És egyenesen belemegyünk ott az útba. Remélhetően már csak pár száz méter van hátra. És sikerült kimászni az erdei szakaszból, meg a nagy gazból, és itt van a közúti kereszteződés. Meg a sorompó. Ugye ez volt az a sorompó, amit mindig a kalauz tekergetett. És itt van a hajtóműve is.
csengő, miért ez... Az persze nem biztos, hogy működik is ez a sodompó, mert már tiszta losda. Hát ugye annyi látjátok, le van lakatolva. És így odafele, ha tovább mennénk, lenne a Sátai alagút, de azon egyszer már végigmentünk. És valahol itt kéne lenni a buszmegállónak, a térkép is ide jelzi. Egyébként, ha tovább mennénk, akkor arrafele lenne a Sátai alagút, egy körülbelül egy olyan 200-300 méter. És akkor itt a túrának a vége. Egyébként itt látjátok, van egy kék jelzés is, és a, itt van a buszmegálló, ez mint. Tehát itt kéne valahol megálljon a busznak. Várunk rá, lesz, van még kb. 25 perc, ameddig jön a busz. Azt megvárjuk. Innen, és akkor itt a vége. Bemegyünk Kózra, aztán majd onnan vonatozunk haza. Úgyhogy ez a vonalbejárás, ez ennyi volt. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Elköszönök én is, akkor sziasztok! Ez ennyi volt.